A következő ligám, vagy szezonom már százas lesz. Hát az sokkal jobb. Én jobban élvezem. Hát szerintem nekem is jobb lesz majd. Jobban lehet kínlódni. Na, lássuk. Austin, Texas, a legjobb pálya. Száraz. És elindulunk. Ó, és a rajtnál sikerül megelőzni a két HRT-t, valakik egymáshoz szálltak, mert hatalmas töréshangot hallottam. Na, az első kanyarok, azok nagyon kritikusak. Aja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 j
Már ezek a csiki-csukik nagyon kellenek ide. Jaj, csapattársamat kilöktem, büntetés, törés, minden van. Hát, jó, jöhetek be a boxba. Elbasztam. Szokás szerint. Ezen már nem is kell csodálkozni. Ráadásul nagyon örül a csapat, mert ugye, hogy kilöktem a saját csapattársamat, úgyhogy... Na, mindjárt jövök. Addig. Oké. Na, remélem a két terem is külöki egymást, nagyon úgy néz ki. Megpróbálunk egy kis elényt összeautózni, mielőtt kijövünk. Jaj, de jó lesz ez a verseny, már látom. Na hát a 16. hely nekem ez tökéletesen jó lenne. Ha nem lenne, az a buzi büntetés. Hát én most bemegyek a boxba. Elmegy mindenki, az biztos. Ajjaj, meg még el is fékezem egy kicsit, nem baj. Aha, más is elfékezte magát, ki az ott? Rosberg, Schumacher, valamelyik a kettő közül. Á, vannak itt események azért. Na, következőbe tényleg bejövök a büntetés letölteni. Faszki van, pedig most értem utol Kovalainen, tök jó. Na, mi szarré, ennyi nem. És nem hagyja magát, de hagyja magát, nem hagy, de. Jó van, bejött meg én, helyes. Jaj, már meg vissza akar előzni, mert lecsúsztam a fűre. És vissza is előzött a kis rohadék.
Na megáll itt az egyenes rész, ezen elkaplak, itt lesz DRS. Ja, itt nincs, ezen a részen is DRS, nem baj, megvan. Jó. Schumacher a 14. Itt a DRS. Ja, csak ám ő is kapott DRS-t, az úgy nem vicces. Hú, valami alkatrészek itt szálltak előttem. Jó, hát ott hárman ütik egymást előttem. Ah, valaki be is lassult, mint állat. Ki ez? Webber! Hát Webber az így majdnem megállt, így hiányzik az eleje a kocsinak. Jó. Már 14-ek vagyunk. Alakul. Webber az mindig szerencsétlenkedik, mindig ilyen futamon valamit. Aj, tök jól utolértem őket, és be kell jönnöm. Jó, végig gurulni. Hamilton 1.46.4, igen. Most elmentek hárman. Most vagyok 17. Gyerünk, mindjárt kim vagyok. 18. 19. 20. Na és most már kim vagyok, ez az. Nem vagyok utolsó. De jó, pont a csapattársam van előttem. Remélem megint kilököm. Remélem nem jön az eső olyan hamar. Jaj! Mit csinálnak ezek itt? Glock! Mi az Isten? Jaj! Hárman egymás mellett! Menj már arrébb! Úristen, hát ez mi ez a hülyesége? Jó volt ez a kis DRS-ezés itt mindannyian egyszerre. Na már 18. vagyok megint. Még jó, hogy nem olyan hosszú a box utca egyébként. A szabad edzés, az tart még, vagy most mi megy a izén? Már nem nézem. Ja. Jaj. Húha. Jaj, bárcsak ne jönne az eső. Nagyon jó most így menni. Ah, na, mint kimondom, egyből lementem a fűre, jó van. Utálom azt a kis csiki-csuki részet az elején, az nem jó. A többi az jó a pályának, de az a csiki-csuki rész az nem. Mi az? Annyi jött. Ja? Kiköszöntem. Macskát kiraktad? Aha. Nincsenek is nagyon lemaradva. Vagy micsoda elmenve tőlem. Mennyi? 3 másodperc. Azt már itt vannak szinte. Jó lesz, mert elszórakoznak egymással, így lassabbak.
Ja, hogy én meg mix egybe vagyok. Jaj, mondom, miért nem közeledek? A box hibákat, olyan hibákat vétesz, mint egy amat, mint egy uborka. Meglátszik, hogy a HRT-ből jöttem át, mi? A. Mondom, nem közeledek az Istennek, se pedig olyan jót nyomom, most nézem, mix egybe van. Jé, egyből 5 tizeddel jobb kört mentem, de jó. Az első szektor 5 tizeddel jobb, mint az előző kör. Ojojojojojojojoj. Ez a rázókő, az nagyon csúszik ám. Na jó, felbasszuk mix 3-mal, az a biztos. Á, Ricciardo nem nagyon akar lemaradni tőlem. Ajaj. Kicsit gyorsabb. Hát úgy... jóval gyorsabb. De hát azért a féktávon. Na, Petrov. Petrov nagyon lelassult itt előttünk. Mi van már nagyon? Meg ott egy picit szét is szakadtak, ott pedig nagyon egybe volt a boly. Itt van előttem 4 kocsi, azok nincsenek is messze, akkor én most 18. vagyok. Akkor 14. leszek, végülis onnan álltam ki. Akkor vissza tudnám hozni azt a helyet. Mondjuk az még nem pont szerző. Még maximum abba bízhatok, hogy 4-en kiesnek. Vagy ami szokott lenni, hogy a Mercedesnek valami fék hibája van, azt akkor azok belassulnak, piszkosul. Jajajajajajaj. Utálom ezt a csiki-csukit, nem jó. 4 darab nulla, mi az, hogy ezredre ugyanannyit mentem megint itt, mint előző körbe? Hát mi ez, ha nem robotizmus? Hát be vagyok programozva erre a pályának a első szakaszára. És Ricciardo nagyon itt van, a többiek is közelednek. Nem baj. Jövünk felfele. Na már itt is vannak. Ez a két-két terem, hát ezt... azért illene megelőzni. Csak azt nem értem, ha ennyire gyengék lágygumival, akkor milyenek lesznek majd a kemény keverékűvel, ami azért lassabb. Lehet nekem is lágygumin kellett, de akkor már ki kellett volna jönnöm. Aj, basszus, ha nincs az elején az affér, akkor most tök jó helyen lennék elől. Elől? Hát relatív elől. Mi ez a lila szektor az elsőbe? Hoppácska. Na. Hogy a francba tudtam most ezt a csiki-csukit? Tök jól megcsináltam. Á, szokni kell ezt a pályát, jó ez. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a pálya. Ja, ez az Austin-i? Szerintem is jól sikerült. Hát a két-két erem az egymás löki ki mindjárt, ezek annyira jól el vannak itt előttem. Na, én be is férek mellé, mi? Behát.
Sőt, szerintem Ricciardo is megelőzi nagyon helyesen. Na már csak Petrov van hátra itt. Csak egy másodperccel gyorsabbak, akik elő vannak. Mármint a... Tehát ilyen Alonso meg Hamiltonék. A legjobb körömtör, úgyhogy ez jó tempó. Ezred. Jaj, így nagyon be vagyok programozva tényleg erre a pályára. Jó ez. Most meg vagy Petrov, ez az. Na nézzük, 15. Diresta. Ú, és itt vannak a többiek is. Nincsenek is messze. Jaj, csak ne a végére essen az eső. El fogja baszni a versenyemet, már látom előre. Ha valami utolsó három körre kezd el esni, akkor végem. Mert én tuti nem bírok körbe menni, a gép meg simán végigmegy, még a száraz gumival is. Te nem emlékszem, milyen időt mentél ezen a pályán? Hát csak szabad edzést mentem, az volt 41 valamennyi. Bazd meg. Hamilton most 46 százat. Mondjuk jó, ez még verseny, még ez a verseny. Hát jó, de még... Még hátra van. Előtt. 20 kör. Majdnem 20 kör. Petrov 3 másodperccel rosszabb kört ment. Az kemény. Egyébként nagy francok, én nem tudom, hogy csinálják. Én kemény keveréken vagyok én, és a 16-ba kell kijönnöm. Most vagyunk a 11-be. És ők lágyon vannak, és még nem voltak kint.
Nehogy a lágy annyit bírjon már, mint a kemény. Na most jön neki. Elkezdtek kijönni, jó van, már most megnyugodtam. Már pont háborogtam volna, hogy mi van. De mondjuk ez is fura, hogy csak 4 kör van a 2 gumi között. Ó, Hülkenberg, 13. 10 másodperccel előttem. De még hát, ha nem volt kim boxban. Mondjuk tök mindegy, mert én se. Akkor meg. Jaj. Hát azért kopik a gumi. Én meg is nézem. Hát már sárga. Ú, most kim vannak hárman is, csak pont jönnek vissza. Jaj. Pont kikanyarodnak elém? Ki? Na, aj, még sikerült elkapnom. Ez ki volt? Jaj, de közel volt. Maldonado. Előttem meg. Schumacher van, a 11. De ők ezek szerint már akkor voltak benn. Ja, és látom, aha, felrakták a kemény keveréket. Hát pedig nekem még 3 kört ki kell bírni ezen. A Maldonado majdnem megelőzött, verjem. Jóval gyorsabb a Williams asztalról. Csomagát meg utolsó érem, az olyan szépen úgy tartja ezt a 2-3 másodpercet. Jó lenne ez a 12. hely, ennek úgy örülnék. Ó, azért van tömörülés. Jó van, az a javamra fogja majd dobni a dolgokat.
Jaj, Maldonado, már megint megkaptam a nyakamba, nem hiszem el. Na, Schumacher, meg valakit előz éppen. Egymás mellett vannak. Most meg is előzte Perezt. Na. Jó, Maldonado meg engem előzött meg. Fasza. Perez az nagyon belassult, azzal valami van szerintem, mert már itt van előttem. Viszont kurvára beborult az ég. Nagyon szürke lett minden. Ú, de jó lenne, a pont izé. Pont. Még van, aj, mennyi, két körön van még kiállásig. Ha pont izé fel tudnám rakni az Intert. Hú, de befeketedett az idő. Nagyon csúnya. Kezdődik. Micsoda? Hát a... mondtad, hogy ja? Befeketedett. Igen. Hát igen. Nem tudom, legyek ember, legyek bátor. Két kör múlva, tök mindegy, hogy mi van, basszam fel az Intert. Lesz, ami lesz alapon. Ó, basszus kulcs, mennyit bír még ez a gumi? Ajajaj, már pirosodik. Már 15 kört mentem vele. Jaj. Maldonado nagyon szeret támadni. Csak az a baj, hogy a féktávokat mindig elbassza, vagy én nem tudom. Na, a többi részen meg itt idegesít a nyillal engem. Na, a Kobayashi leggyorsabb kör, az igen. 44-8. Alakul. Basszus, még 12 kör van hátra. Most kéne bejönnöm boxba. Jaj, basszus, bemenjek, ne menjek, nem tudom, mit csinálja. Még nem esik ez a rohadt eső, essé, mán! Esküszöm, tuti még, amíg elmegyek egy körre. Lesz, ami lesz, nem érdekel. De tuti akkor kezd el esti, mikor visszajövök száraz gumival. Nem jövök be. Hát most ezzel vagy megszívom nagyon, vagy nem. Tetszik ez a 12. hely, azért nem akarom odaadni csak úgy.
De legalább kezdene el csöpörögni, vagy valami. De még csak nem is szemerkél, de miért nem? Már olyan csúnya sötét idő van pedig. Megőrülök, ha én itt elkínlódok ezzel a gumival. Isten tudja meddig, az tényleg az utolsó 5 körre kezd el esni. Elmenjek még egy körre. Na faszom, elmegyek még egy kör. Basszus kulcs. Tiszta hülye vagyok, bazd meg. De miért nem esik? Ez sem már. No. Engem nem érdekel, most bejövök, inter, felrakok, lesz ami lesz. Leszarom. Jó van, Zsiga. Szerinted? Nem tudom, nem látom a helyzetet. Hát tudom, csak annyira be van borulva, meg... Na most mit veszítek? 10 kör van, illetve 9 kör van hátra. Felrakom az intert, végig szemrem 9 körön, ha nem lesz eső, beszoptam, kész, ennyi. Jövök is befele. Na nézzük. Hát erre kurva kíváncsi leszek. Lássuk. Fel, intert, fel, oké. Mert. Hú, bazd meg. Na lássuk azt a gumiállapot jelzőt. Ujja, hát így nem bírtam megállni így a szélegyenes kivezetésen. Húsanyja, megcsináltam életem legnagyobb baromságát. Azt a rohadt! Hát így konkrétan nem lehet vele elkanyarodni, tehát... Jó, hát ennek a futamnak lőttek. Most előzött vissza Kovalainen a 17. helyről. Jó, mehetek be megint, oké. Jó, hát megpróbáltam. Azt mondja, 10 perc múlva egy gyenge kis eső lesz. Most 10 perc alatt én úgy visszaessek az utolsó helyre, mint a húzat. Hát így konkrétan elég lehet vele megállni.
Igen. 61-jel bírtam bekanyarodni az egyik kanyarba. Petrov úgy ment el mellette, mintha nem is tudom mi lettem volna. Igen, megint 60-nal kell menni. Úristen! Jó, oké. Hát remélem körbeérek a boxig, mert már most Glock jön mögöttem a 20. helyről. Ja, és utána Kartekienék, De La Rosaék, áh, jó lesz. A gumik meg el is koptak egy kör alatt, figyeled? Hát, figyelném, de nem látom, de azt, amit te mondasz. Hát már így, most érek be a boxba, és már sárga, mind a négy, tehát... jó volt, oké. Jól van. Hanyadjára is már? 1, 2... Na most harmadjára. Felrakom a lágyat. Jó, 21. vagyok. Nagyon jó. Huszonkettedik vagyok. Na meg még már le is köröztek, úgyhogy el kell engednem mindenkit, de jó. Na, hát ez egy jó futam volt. Gratulálok a szuper taktikámnak. Hát ez ilyen fail. Ez nagyon. Komolyan lehetett volna egy ilyen jó erős 12. 14. hely közötti rész. 22. volt elvárva. Na most 22. vagyok, oké, tehát most így is úgy is örülni fognak, csak azért tapasztali tiponban azért többet jelentett volna egy 12. hely. Hát meg ez olyan, mint nálam tegnap este. Igen. Második helyen mentem, és a végén két defekt miatt két helyen előrébb voltam így is, mint ahogy kellett volna. És így is örültek én, meg majd felrobbantam. És az a baj, nem tudok haladni közben előzni a többieket, mert közben jön Button, Alonso, Massa, mindenkit engedni kell elfele. Le kell lassítani folyamatosan. Na, Kártek ilyen tutól értem. Sikerült is megelőzni most már. 21. vagyok. Charles Pickett következő. Fene tudja mennyire van. Hát én megszoktam már ezeket a 20-as helyezéseket, az a baj. A szezon elején. Úgy tűnik ez nekem. Nekem ez jön le. 6 másodpercre van, jó. Mondjuk remélem azért a Marussiánál gyorsabb vagyok. És még mindig nem esik egyébként, csak úgy mellesleg mondom. Zárójelbe. Hét kör van hátra, és még semmi eső. Webber már 43.9-et megy. Hát nem tudom, Pick mit csinál, de már itt van előttem, az a 6 másodperce hova lett. Pedig halad ő gazdagon. Vagy nem tudom. Lehet, hogy elengedte ő is a izéket, össze azért.
Na, a két Marussia egymást fogja kilökni szerintem. Nagyon akcióznak itt előttem. Jajaj. Hát csak Glockot kéne valahogy leelőzni, de... Azért kemény dió. És még mindig nem esik. Nem hiszem el, 5 kör van hátra a versenyből, és még mindig nem esik az eső. Sőt, kezd így tisztulni az ég. Hát mi ez? Räikkönennek motor kell cserélni. Igen. Aha. Az 10 rajthely? Nem tudom, hogy most... Szerintem szabad edzés alatt nem számít. Vagy igen? De a hétvége alatt így van. Akkor igen. Elfüstölt ki a motorja. Oho. Na így is van, megvan ez az. Szokásos Petrovot kell már csak utolérni. Jaj, de jönnek a izék, jönnek a... akik leköröznek majd. Remélem csak a szemem káprázott, hogy egy esőcseppet láttam itt. Mennyi van még hátra, azt mondja, 20... Még 3 kör... Hát én kurva élet, hogy nem jövök be. Úristen, de elbasztam azzal az Interrel ezt a dolgot. Annyira bíztam abban a rohadt időjárásban. És hallod, kitisztult. És nem, elkezdett esni. Nem hiszem el. Hát ilyen nincs. A célegyenesnél elkezdett ott már pötyörészik. De közben meg szép tiszta az idő. Jó, kék zászló, jó, mindjárt itt az egyenes. Na, mehet. Annyi. Räikkönen, hát ki más előzett volna meg. Kobayashi üldözi. Hát engem ez az időjárás nagyon átvert. Készen adok cigizni. Oké. Elkezdett esni. Ú, de jó.
Na. Hamilton meg is nyerte. Na, 18. hely. Jaj, Istenem. Hát sokkal jobb is lehetett volna. Schumacher Webber kiesett. Aj, egy pontot még szerezni kéne következő nagy díjon. Valahogy. Hát még az is lehet, itt is meg lett volna egy pont. Fene tudja.